Távolítsa el a ruházatot a beteg mellkasáról. Ragassza fel az öntapadó elektródákat a rajtuk látható ábra szerint. A 2023-as esküvő kiállításon indult el az a jótékonysági kezdeményezés, amelynek eredményeként csütörtökön egy defibrillátor készüléket helyeztek el az Almási kastély Stefánia szárnyában. A sajtótájékoztatón Fekete Dombi Ildikó kiemelte, az országban is egyedülálló, hogy egy kiállító helyen defibrillátor használatával azonnal tudjanak segíteni a bajba jutottakon. Sokszor egy magánéleti helyzet adhat motivációt ahhoz, hogy megfogalmazódjon egy gondolat, mondta el Fekete Dombi Ildikó. Az ügyvezető az életmentő eszköz jelentőségéről beszélt a gyulai kiállítóhelyek vonatkozásában. Az én családomban volt egy olyan helyzet, amikor sikerült valakit újraéleszteni, és akkor megfordult a fejembe, hogy itt a környezetemben hol található ilyen eszköz, és hát a kiállítóterek környékén sehol, illetve tudomásom szerint a Várfürdőben van egy hasonló, de a gyulai kiállítóterek rendkívül népszerűek, és a várban és a kastélyban több mint 180 ezer ember fordult meg a tavalyi évben, de hát számtalan külső rendezvényünk is van, ahol szintén vannak vendégek, tehát ez akár duplázódhat, háromszorozódhat is, és bizony ugye a nagy számok törvénye alapján előfordulhat ilyen eset. Közel a mentőállomás, de minden pillanat számít. Az esküvői szektorban dolgozó 40 szolgáltató állt a jótékonysági akció mellé, mondta el Asztalosné Varga Judit. Az ügyvezető elmondta, az esküvő kiállításon résztvevők első szóra segítettek. 2023. februárjában egy jótékonysági esküvő kiállítást szerveztünk a Kastély Stefánia szárnyában, és már akkor felmerült, hogy szeretnénk jótékonykodni, de az még bizonytalan volt, hogy melyik irányba induljunk el. Már többször jótékonykodtunk a mentőszolgálatnak. Gyula az év turisztikai települése címet nyerte el szerdán, mondta el Görgényi Ernő. A polgármester kiemelte, amellett, hogy szolgáltatásokat nyújtunk a városba látogatóknak, vigyáznunk is kell rájuk épp úgy, mint az itt élőkre. Vannak már előzményei ennek a defibrillátor beszerzésnek. Városunkban 16 helyen biztosan található defibrillátor, ebből 8 önkormányzati körben van, 5-öt a polgármesteri hivatal koordinálásával szereztünk be, ebből egyet a magában a polgármesteri hivatalban helyeztünk el, egyet a Zöld Kereszt orvosi rendelőben, egyet a Laktanya utcai, egyet a Bocskai utcai orvosi rendelőben, egyet Gyulaváriban a Szépalkony idősek otthonában. A Gyula Sport Nonprofit Kft. Is vásárolt 2, az egyik a Tornacsarnokban van, a másik pedig kint a sporttelepen, illetőleg a gyulai várfürdő is szerzett be defibrillátort. A defibrillátor használata bárki számára könnyen elsajátítható, nem szükséges hozzá egészségügyi végzettség, emelte ki Abdurrahman Abdurrab Mohamed. A főorvos arról beszélt, az életmentő készülék készségszintű használata érdekében elméleti és gyakorlati képzést tartanak a kiállító helyek munkatársainak. A defibrillátornak a használata sem nehéz, csak az emberek idegenkednek, félelmetes, még nem voltak közelbe, hogyan lehet. Az Egészséges Város Közalapítvány szerezni fog, vagy ilyen oktató defibrillátor, amiben nincsen, szinte ugyanaz lehet használni, hanem nincs benne semmiféle áram, de utasítást, illetve hogy mit kell csinálni, akkor az ugyanúgy, mint élesben. Az Almási kastélyban elhelyezett életmentő készülék nagy mértékben hozzájárul a fürdővárosba látogatók és az itt élők biztonságához.